A Teszemet címmel ismeretterjesztő délutánt rendez január 27-én szombaton 16 órától az Öregkegyi Közösségi Ház. Az ingyenes eseményen szemorvos, optometrista és optikus a tanácsokat látásunk javítása érdekében. Ezt a programot úgy szerveztük, hogy teljesen a szem köré épül minden előadónk. Dr. Szakonyi Éva, az Öreghegyi Látáscentrum szakorvosa tart nekünk előadást a szemorvoshoz, vajon miért megyünk, és hogy miért van rá szükségünk. Utána következik egy hölgy, aki optometrista, és ő is tart egy előadást. Ő elmagyarázza, hogy mi a különbség a szemorvos és az optometrista között. Ezt követően Táncos Réka, a látszerész tart előadást a napszemüveg fontosságáról, illetve arról, hogyan védjük szakszerűen a szemünket a káros hatásoktól. Majd a programon sminktanácsadás és arcjóga is lesz. Az Öreghegyi Látáscentrum orvosai után következik egy sminktanácsadó hölgy, aki a szemnek a sminkelésével foglalkozik leginkább, és ő pedig beszél nekünk a milyen színű szemhez milyen smink passzol, és hogy kinek milyen szeme van, azzal is foglalkozunk. Majd következik még egy hölgy, belezárul a rendezvény, ő pedig arcjogával foglalkozik. Az Öreghegyi Közösségi Házban legközelebb február 2-án tartanak egészségügyi programot, akkor mentál fitness tréninggel várják az érdeklődőket.